készülő gyermekek, kedves szülők, kedves családtagok, kedves testvérek! Minden egyes ünnep megtartásában biztos vagyok, hogy nem csak a véletlen és az egybeeséseknek a sora fedezhető fel, hanem a mai napon egy nagyon is tudatos, isteni gondviselésszerű esemény játszik közre itt a Zákányszéki templomban, amikor pünkös vasárnap arra készülünk és azt ünnepeljük, hogy 11 fiatal az első szentáldozáshoz járunk. Nagyon szép számunkra és mindannyiunknak üzenetértékű a mai szentmise. Éveken keresztül készültetek erre a napra. A hitoktatásban, de ha már hamarabb kezdjük, akkor a keresztelés alkalmával, amire talán már nem is emlékeztek. Aztán, amikor édesanyja, édesapa először tanított meg titeket imádkozni, aztán az óvodában vagy az iskolában az első hittanórát, aztán az első szentmisék, amikor bejöttetek, és hát egy kicsit biztos meglepődtetek, hogy akkor, mikor még kicsik voltatok, most már nagyok vagytok, akkor milyen nagynak tűnt ez a templom, és milyen sok újdonság volt benne. De azt éreztétek már akkor is, hogy nektek itt, ebben a templomban helyetek van. Miért? Azért, mert ti is Isten gyermekei vagytok. Mert titeket is megkereszteltek. És nekünk ez a családi otthonunk természetesen elsősorban az, ahová hazajárunk, ahol kedves szüleink várnak minket, de utána pedig ez a ház Istennek a háza, ahol ugyanezzel a szeretettel várunk és várnak titeket. Isten gyermekei lettetek, amikor megkereszteltek. És Isten azt mondta nektek, hogy mától fogva az én gyermekem is vagy. És hát könnyű felsorolni a jó szülőknek a tulajdonságait, szeretnek, vigyáznak ránk, táplálnak, meghallgatnak, megsimogatnak, bátorítanak, vigasztalnak, gyógyítanak, ott virasztanak az ágyunk mellett, elkísérnek az iskolába, táplálnak, egyikőtök sem feküdt még le biztos így gyomorra. Gondoskodnak rólunk. És Isten is ugyanezt a gondoskodást szeretné nekünk adni, és azt mondani, hogy jó, most már keresztelésed pillanatától a gyermekem vagy, de most már elég nagy vagy ahhoz, hogy saját döntésedet is érvényre juttasd, és azt mondd, hogy én Krisztus katonája, hírnöke, apostola akarok lenni. Hát a mai napon pontosan ezt teszitek. A szentmise elején nem véletlenül mondtam azt, hogy szépen egyenruhában, ebben a hófehér első áldozási ruhában eljöttetek, hogy részt vegyetek ezen a szentmisén. Ez a mi egyenruhám, ami külsőleg emlékeztet minket. Ami belsőleg emlékeztet minket, az pedig nem sokára majd a szentmisében következik, amikor először járultok a szentáldozáshoz. Jézus azt mondja, hogy vegyétek a szent lelket, és menjetek, legyetek tanúságtevői ennek a nagy királynak, Jézusnak. Éppen ezért érezzük és hálát adunk azért, hogy életünknek minden egyes napján velünk halad Jézus. Az a Jézus, aki ugyanúgy gondoskodik rólunk, táplál, mint a jó szülő. Hogyan táplál? Hittanórán már biztos tanultátok. Táplál minket a szentmisén, amikor halljuk a szentírási részeket, hogy mit üzen számomra Isten. Aztán táplál, mától kezdve, minden egyes szentmisén, amelyiken itt lesztek, táplál az ő saját testével, a szentostjával. Azért, hogy ne fáradjunk el, hogy ne éhezzen meg a lelkünk, nem csak a testünk éhes, a lelkünk is. Amikor úgy örülnétek a jó szónak, amikor valakinek elmondanátok az örömötöket, hát a lelkünk olyankor üzen, hogy ő is ott van, rá is figyeljük. És Jézus ebben a lélekben, ebben a tiszta szívben akar élni, most már ezentúl mindvégig. Hogyan őrizhetjük meg? Úgy, hogyha vigyázunk erre a tiszta lélekre. Úgy, hogyha megfogadjuk neki, hogy az ő tanítása szerint akarunk élni. Hogy milyen a jó hittanak? Milyen a... rögtön fel is nyújthatnátok a kezet. Milyen a jó keresztény?
A Szent Leckében hallottuk. Nagyon egyszerű, Jézus megmondja, hogy hogyan kell ahhoz élnünk. Kedves, jóságos, szeretettel teli, türelmes, figyelmes, előzékeny. Tehát, hogyha ezt tesszük és így viselkedünk, akkor mi nem csak a templomban tudunk jó keresztények lenni, hanem az iskolában, otthon, a játszótéren, mindenhol. És legyen ez a kereszt, ami most a nyakatokban van, legyen ez az emlékeztető arra, hogy ehhez a kereszthez mi életünk végéig hűségesek akarunk maradni. Hogy bármi is következik, mi erre a keresztre vigyázunk, azért, mert emlékeztet minket az első áldozásra, és azért, mert drága szüleinktől kaptuk, és vigyázunk rá, mert számunkra az egyik legnagyobb kincs. Mert Jézus ábrázolja. Azt a Jézus, aki segít minket. Kedves gyermekek, kedves szülők, a mai nap elköteleződés mindannyiunk számára, hogy az a tisztelet, amely bennünk él Jézus iránt, ezt újítsuk meg. Legyen bátorítunk, legyen belső igényünk, hogy a Szent Miséken találkozni akarunk vele. És ebből a találkozásból gyümölcs is fakadjon, hogy életünk ezáltal szebbé, jobbá lesz, és másokat is boldogítunk és erősítünk ezzel a tanítással.